Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai előadásunkon. Tudjátok, szokták mondani azt, hogy Magyarország matematikai nagyhatalom, sőt azt is szokták mondani, hogy a kombinatorika az magyar matematikai tudomány. Kombinatorika, hogyha így felidézném, hogy emlékeztek rá, ez az a probléma, amikor azt szokták megkérdezni a matematika tanárok, hogyha mindenki mindenkivel kezet fog, akkor összesen hány kézfogást lehet látni, vagy hányféleképpen lehet sorba rakni piros, fehér, zöld golyókat. Szóval ilyenekről van szó a kombinatorikában, középiskolában, emlékeztetőből. No és hogyha létezik valóban ez a kombinatorikai iskola, ez a magyar matematikai iskola, akkor bízvást mondhatjuk, hogy a mai előadónk, Bolobás Béla professzor úr, ennek az iskának az egyik alapítója, vagy legalábbis a világhírű képviselője. Sok szeretettel köszöntünk, tanár úr, nagy megtiszteltetés, hogy itt vagy velünk ma. Köszönöm szépen a kedves bemutatást. Elég nehéz helyzetben vagyok ebben a csodás iskolában. Eddig minden nagyon jól ment, mert körülvittek, mutatták a különböző kincseket, és persze oda voltam, hogy mik vannak ezen a helyen, mik vannak Magyarországon. De elég nehéz helyzetben vagyok. Mi a legnehezebb egy előadónak? Mi az, ami igazán rossz, ha megtörténik vele? Ti még nem adtatok elő olyan gyakran. A legrosszabb az, hogyha a közönség különböző szinteken áll. Tehát ha vannak, akik kicsit tudnak a dologról, vannak, akik rengeteget, vannak a világ legjobb szakértői, akkor az ember nem tudja, hogy mit lehet csinálni úgy, hogy valaki ne nevessen rajta, vagy valaki ne veszítse el a fonalat egy fél perc után. Na, ez itt feltérően megvan. Ráadásul én egy tiszta matematikus vagyok, ami nem predestinált arra, hogy különböző képeket vetítsek, és mutassam, hogy milyen szép ez a táj, milyen szép az a táj, mint egy politikus tehetné, vagy akár egy matematikus, aki a hálózatokról beszél, és mutatja, hogy a hálózat hogy működik, megy össze-vissza. Én egy tiszta matematikus vagyok. Na, mi a tiszta matematikus ellenkezője? A legtöbben mondanám, hogy piszkos matematikus, gondolom. Erről eszembe jut egy magyar történet, hogy a 60 évvel ezelőtt, vagy több mint 60 évvel ezelőtt egy paraszt bemegy a városba venni egy zenegépet. És amikor a zenegépet már megvette, akkor az eladó kérdezi tőle is, és lemezei vannak? Miért? Az is kell hozzá? Hogyne? Persze, hogy kell. Azt hiszem, javasolnék néhány lemezt könnyű zenével. Mire a válasz az, hogy ugyan lehet az nehéz is, kocsival vagyok. Na, ez megint teljesen hasra esett. Az a másik, ami legkellemetlenebb, ember próbál mondani valamit, ami kicsit lighten the mood. A másik problémám az, hogy magyarul több mint 50 éve nem tartottam előadást. Na, hát mégis kezdjük el valahol. Azt ígértem, hogy a járványokról szólok valamit, de ebből persze nagyon-nagyon kevés lesz. Nézzük meg, hogy is állunk. Tehát állítólag én két matematikai modellről fogok beszélni, ami tegnap már visszament egyre, mert mindent kidobtam, hogy minél kevesebb legyen, és inkább betettem egy egészen picit az igazi járványok terjedéséről. Hogy mégis az emberek hogy szokták nézni, hogy milyen
milyen alapon döntenek arról, hogy miket lehet tenni a járvány terjedése ellen. Van ez a rettentő primitív, nagyon egyszerű dolog, az úgynevezett R-szám, amiről biztos, hogy hallott majdnem mindenki. Merkeli professzor többször említette, hogy amíg az R-szám nagy, addig van exponenciális terjedés, ha már kisebb, mint egy, akkor nagyjából kihal. De inkább itt azt szeretném mutatni, hogy általában ez ilyen borzasztó egyszerű, nagyon durva hozzáállás, de nem nagyon van nekik jobb. Az, hogy ez az R-szám, mi az négy számnak a szorzata, angolul nagyon jól hangzik, dots, tehát pontok, vagy pöccsök, vagy, és az úgy jön ki, hogy a D, a duration, hogy meddig fertőzött egy beteg, amíg átadja, opportunity, hogy mikor alkalma van a terjesztésre, fertőzésre, akkor mi a valószínűsége annak, hogyha ezt tényleg átadja másnak, az igazában fertőzés jár elő, és a susceptibility az, akit megfertőznek, annak a képessége arra, hogy ne legyen megfertőzve, illetve annak az a képessége, hogy meg legyen fertőzve. És persze a politikusok ezt a lényegében ezt használják arra, hogy lehet egy járvány terjedését meggátolni, vagy csökkenteni. Hát, ha egy beteg elég hamar felépül, vagy pontosabban elég hamar rájövünk arra, hogy ő beteg, és kivonjuk a forgalomból, akkor a D-szám lejjebb megy. Meg kell próbálni azt, hogy ne érintkezzenek egymással, ne legyenek közel, és az, hogy fertőzése jár, megint, tehát ha lehet, viseljünk maszkot, amikor egymással beszélünk, és az, hogy a susceptibility, lehet azzal csökkenteni, ha valaki már fel van készülve arra, hogy ő bár meg lehetne fertőzve, de ez, amit ő kap, az nem elég ahhoz, hogy ő tényleg beteg legyen. És ahogy már mondtam, ha az R kicsi, ez persze rettentő, hogy mögöttem van a kép, és én mondjuk fogalmam sincs, hogy ott valaki oda mit írt. Ez is vicc. Az a baj, hogy mondom, hogy valaki mit írt oda, elhiszik, hogy valaki más írta. Na jó. És ha R kisebb, mint egy, akkor kihal a fertőzés idővel. Nem ebben a minutumban, de idővel kihal. Na, itt viszont nagyon fontos megjegyezni, hogy minden csak valószínűségi alapon van. Semmi sem úgy, hogy bank 100% garantáltan biztos. Az egész világ valószínűségi alapokon nyugszik. Minden, amit teszünk, az lehet, hogy megcsináljuk 100-szor, ez az eredmény jön ki, 101-szer valami egészen más fog kijönni. Ez az életrendje. Talán inkább ide állok. Na, én eredetileg az ötletem az volt, hogy próbálok valami valószínűségszámítást tanítani nektek. Különben most hadd kérdezzem meg, hogy melyik osztály tanult valami valószínűségszámítást? Hát akkor majdnem mindenki. Hát, persze én nem ezt akartam. Én leginkább azt szerettem volna, hogy van-e olyan, hogy mit tudok arról, hogy két esemény, vagy 25 esemény független egymástól. Ez most ki fog derülni. Itt a rettentő egyszerű példát hoztam fel, tehát ha neked van három kockád, és a számok mennek 1-től 6-ig, a pontok, ha dobsz, akkor lejön 1-től 6-ig valahova.
Na, mi a valószínűsége annak, ez a szokásos jele annak, hogy valószínűség, hogy az első kockán hármas számot látsz. Hát persze egy hatod, mert ez a priori feltételünk, hogy minden szám ugyanolyan valószínűséggel jön ki, mindegyik ugyanolyan valószínűség, mindegyik ugyanarra, mindegyik lap ugyanolyan valószínűséggel lesz fölül meg alul. Na most akkor mi annak a valószínűsége, hogy mind a három szám összege három? Na, valaki mondjuk a közepéről, hogy nem, ugye úgy ültök, hogy a legfiatalabbak, idősebbek, legidősebbek, így van vagy nem? Na, mondjuk akkor valaki a közepéről, abból a sorból. Mi ennek a valószínűsége? Tehát dobsz három kockát, összeadod, hogy ezen találsz ötöt, azon négyet, ezen egyet, összeadod, tíz. Hát az nem három, akkor ez nem jó. Mi a valószínűség annak, hogyha három kockát dobsz, a számok összege három? Ki tudja? Igen? Az azt jelenti, hogy mind a három kockával egyes kell dobnunk. Pontosan. Mind a három kockával egyes kell dobni, és ezért a valószínűsége... Egy hatod a harmadikon, 1/216. Na most ki tudja megmondani, hogy mi a valószínű annak, hogy mind a három összege 4? Igen? Nem nagyon hallom, mert süket is vagyok, de gondolom, hogy jót mondasz, hogy jöhet ki 4. Négy. Mind a három kockát figyelembe kell venni, vagy lehet 2 is? Azt szeretném kérdezni. Nem, mind a három. Ezért oda, mind a három összege 3. Összege 4, bocsánat. Összeadod a... Igen. És akkor szintén 1/6 a harmadikon. Tehát mennyi az egész összesen? 1/216. 1/216. Nem egészen. Miért? Mi lehet? Lehet, hogy a 2-es az első kockán van. Ja. Nem? Ugye? Ezt... Lehet a 2-es az első kockán, és a másik 2 1-es. Vagy az első kocka 1, a második kocka 2, a harmadik kocka 1. Igen, akkor a 2-es az ugye lehet az első, a második és a harmadik helyen látszott. Pontosan, nagyon jó. Tehát 3/6 köbön. 3/2, 16, 72. És akkor mi az, hogy mind a három összege legfeljebb 10, most már többről van szó. Valaki az onnan végéről, hogy mennyi az? Oké, akkor mindenki. All together now. Szóval ki tudja, hogy mennyi? Ja, vakarod a fejed, vagy jelentkezel? Ez a legkönnyebb. Ez a legkönnyebb kérdés. Szerintem 1/6-hoz az esélye. 1/6? 1/6? 1/6 az esélye ahhoz, hogy mind a három összege legfeljebb 10. Mennyi a valószínűsége? 1/3? Igen. Majdnem. Igen? Hát én úgy indultam neki, hogy elkezdtem számolgatni, hogy milyen hármas összegeknek az eredményeképpen jöhet ki ez a 10-es szám, és akkor annyiszor megszoroztam az előzőnek az eredményét, és én eddig 3 ilyet találtam. Igen, ebben teljesen igazad van,
De ha legközelebb néz le, ilyen, azért akkor kérdezném, hogy ha van 101 kockád, és az összege, mit tudom én mennyi, tehát akkor azért az más lenne. Igen? Jó úton jársz, de meg lehet mondani pontosan. Képzeljétek el, hogy van a normális kockánk, a számok, vagy mondjuk a pontok pirossal vannak. Most mindegyik kockára írjál rá, mindegyik lapra írjál, tegyél néhány zöld pöttyöt, annyit, hogy összesen 7 pötty legyen mindegyik lapon. Tehát ahol egy van, egy piros, 6 zöld. 2 piros, 5 zöld. 3 piros, 3 zöld. Mi? 4 zöld. Elfelejtem, hol tartok, mindegy. Na, akkor mi van? Most, ha dobsz valamit, akkor mi az összes pöttyöknek a száma? Igen? Az összes pötty száma 21. Tehát vagy van legalább, van vagy legfeljebb 10 zöld, vagy van legfeljebb 10 piros. De a két eloszlás ugyanaz. Tehát mi a válasz rá? Akkor nem követtétek a bizony... Még egyszer, ne. Egy-ketted. Na, de látja ezt mindenki? Nem. Ilyenkor kell öngyilkosnak lenni. Végre átjutottam valamivel. Tehát arról van szó, hogy vannak piros pöttyök és zöld pöttyök. És az olyan, mintha lenne két kockád. Mind a kettő teljesen fair kocka. Van a zöld gombok, zöld pöttyök mennek 1-6, a piros pöttyök mennek 1-6. Tehát ugyanannyi a valószínűség annak, hogy lesz legfeljebb 10 zöld pötty, mint az, hogy lesz legfeljebb 10 piros pötty. Igen, de bármit dobsz, pontosan az egyik eset fog beállni. Vagy van kevesebb, mint legfeljebb 10 zöld pötty, vagy van legfeljebb 10 piros pötty. Dead silence. Na, ez azért próbáljátok meggondolni, mert ez nagyon fontos, elegáns matematikai eszköz. Amit angolul úgy hívnak, hogy coupling, összekapcsolása a dolgoknak. És ez persze az egészen kisbaba példa rá, de példa. Na, ha 5 kockát dobunk, akkor mi a van, hogy mind az 5 összege legfeljebb 17? Hát most már ki tudjátok találni, mert miért kérdezném? Pontosan. Nagyszerű. Nagyon örülök, hogy valaki nagyon gratulálok. Gratulálok. Na, tehát ez is egy-ketted. Na, de azért örülök, hogy megváltoztattam a teremet, mert ezzel a sebességgel sehova nem jutottunk volna. Úgyhogy inkább hadd mutassak valamit, amit talán, bár valószínűleg nem ismeritek, Gustave Doré-t, egy nagyon híres francia illusztrátor volt, egyik leghíresebb munkája a Bibliához illusztrált minden. Na most, azt persze tudjátok, véletlenül angolul írtam föl, hogy Lukács evangéliumából, és látjátok ezt a pillanatot, ahol ma mint a sátán megkísérti Jézust. Köszönöm. És előtte pedig ez volt. Na most lehetetlen kitalálni, hogy miért tettem fel ezt a két, vagy ha úgy tetszik, egy képet. Azért, mert volt egy nagyon híres és nagyon jó
professzorom az egyetemen Budapesten, Rényi Alfréd, aki tanította valószínűségszámítást, nagyszerű matematikus volt, és ő az egyik órán, vagy talán a legelején azt kérdezte tőlünk, ő zsidó ember volt, de azt kérdezte tőlünk, hogy ha mint Jézus az ördög fölvinne téged, vagy benneteket egy magas hely tetejére, és csak azt kérdez, nézzetek le, mit láttok? Arra mi lenne a válasz? Tehát a sátán fölvisz, és megkérdezi, mit láttok? És erre Rényi azt a választ mondta, hogy stochastic processes, stochastikus folyamatokat, véletlenszerű folyamatokat. Pont ez, amit már mondtam, hogy a világon minden véletlenszerű. Talán ebből a képből erre fogtok emlékezni. Azt hiszem ez most elég az igazi fertőzés terjedéséből, de ezt biztosan ismeritek. Volt valaki, aki ezt nem ismeri? Van valaki? Nem. Remélem mindenki ismeri. Tehát az igazi mondása Euklidesznek, első Ptolemaiosznak mondta ő, amikor kérdezte, hogy de hát lehetne egyszerűbben bejutni, nem egészen. De igazából azt kell mondani, hogy matematikához nincs királyi út. Igen, úgy néz ki, hogy a matematika az út nehéz, de szerintem pontosan az ellenkezője igaz. Lehet, hogy nem túl könnyű, de az a legszebb út és legromantikusabb tájra vezet. A matematika szörnyen szép, nagyon szép, és amit sokan nem tudnak, főleg akinek semmi közük matematikához, hogy egy matematikusnak mi kell, hogy legyen, mi a legfontosabb attribútum, a képzelőerő. Ja, bocsánat, mit mondtál volna? Kíváncsiság. Az igen, de az máshogy, az másnál, fizikánál. Tehát a képzelőerő. És erre van egy valószínűleg igaz történet Hilbertől, David Hilbert, vagy David Hilbert, német matematikus volt Heidelbergben, valószínűleg a világ legjobb matematikusa volt a 19. században, bocsánat, nem 20. században, bár 19-ben született, 20. században, és róla van egy történet, hogy több PhD, tehát doktori diákja volt, általában Hilbert elég szórakozott is volt, de egyszer észreveszi, hogy Fritz nincs ott a megbeszélésen, és aztán oda szállt, mi az, hogy Fritz nincs itt, mi van vele? És az egyik, egy másik tanítványa válaszol, na de professzor úr, ő már 2 hete nincs itt. Miért? Mit csinált? Mit csinál? Hát abba hagyta a matematikát, elment költőnek. Hilbert válasza volt, mindig tudtam, hogy nincs elég képzelőerője. Ezt főleg költőknek szeretem mondani. Van akinek van elég lélekjelenléte, és nevet rajta, de például utoljára mondtam Szőcs Gézának, aki szerintem a legjobb magyar költő, de legalább élvezte, hogy most tud egy Hilbert történetet. Na, most akkor definiáljunk most az igazi része az előadásnak. Pillanat, hány percet beszélek én? 32.
Ja, különben az előadásom közepe hiányzik teljesen, miután én az előadásom nagy részét a táblán akartam leadni nektek, de miután mondják, hogy ilyen kis tábla van, senki nem fogja látni, és még jobban fogja unni, úgyhogy lehet, hogy nem baj, ha az előadásomnak a lényege most hiányozni fog. Na, tehát ez egy ellenkezője a sztokasztikus folyamatnak, a valószínűséges, valószínűségi folyamatnak. Itt minden megvan adva 100%, tehát nem. Tehát valójában semmi köze a járvány terjedéséhez, és nem is arra definiálták, hanem inkább fizikai tulajdonságok miatt. Na, tehát itt vegyünk egy nézett rácsot, mindegy, hogy mennyi, 3 millió x 3 millió, és vegyük úgy, hogy abban néhány cella meg van fertőzve. Így indulunk. Ezek az eredetileg fertőzött cellák. És most akkor a fertőzés átveszi az irányítást, minden lépésben mindegyik cella, amelyik eddig nem volt fertőzve, fertőzött lesz, de csak akkor, hogyha van két fertőzött, legalább két fertőzött szomszédja. Tehát amelyik fertőzött, az marad, ami fertőzött, az marad, fertőzve, de ha van egy cella, amelyiknek van legalább két fertőzött szomszédja, az is fertőzött lesz. Tehát például ennek van egy-két szomszédja, fertőzött, tehát ez fertőzött lesz. Ennek is van egy-kettő, annak is van egy-kettő. Ez viszont marad egészséges, mert nincs két fertőzött szomszédja. És így tovább. Ennek van egy-kettő-három, tehát fertőzött lesz, két szomszéddal fertőzött lesz, egy szomszéddal marad, és így tovább. Állítólag így csináltam. Következő lépésben ezek fertőzöttek. És most akkor ez folyamodik. Melyik lesz fertőzött, ez fertőzött lesz, ez marad, ez fertőzött lesz, és itt világos mindenkinek, hogy mi történik? Mindig kettő van, bum. Legalább kettő. Fertőzött, ott annak volt négy, minden, és megy tovább, most már túl unalmas. Minden fertőzött. Erre azt mondják a matematikusok, hogy ez az eredeti helyzet perkolált. A perkolálás itt azt jelenti, hogy minden fertőzött lesz. Na, most szeretnék nektek mondani két kis problémát. Az első, a legelső kis tény, megfigyelés valamit, amit akarunk ennek a tanulmányozására. Az igazi tanulmányozás, ami igazából folyik matematikában, hogy ez az első fertőzött szituáció véletlenszerűen áll elő. Tehát mondjuk dobsz egy érmét, aminek nem egy-kettő, ami mondjuk lejön, egy százada valószínűsége, hogy fej lesz fölfelé. Tehát mindegyik cellára dobsz egy valószínűséggel kiválasztod, hogy ez fertőzött legyen, vagy nem. Mondjuk egy ezred valószínűséggel lesz fertőzött. És megcsinál mindegyikre. A kérdés az, hogyha ez véletlenszerűen előállt, akkor ez perkolálni fog-e, vagy sem. És ez sok, nem csak itt, ezen tanulmányozott, de magasabb dimenziókban és különböző felállásokkal, úgyhogy erről több száz cikk íródott az utóbbi mondjuk 20 évben, és rengeteg megoldatlan probléma van. De amit most kérdezek, az egyáltalán nem megoldatlan, az a legelső. Hogyha van egy N-szer N-es
rácsod, ilyen, mint itt volt. Legalább hány fertőzött cella kell ahhoz, hogy azt tudjon perkolálni. Na, az, azért nem lehet látni, és nincs túl sok értelme, de tudom, hogy most ezt egyáltalán nem látjátok. Tehát, ha van itt egy nagy nézetrács, igen. Az átlóban mindegyik fertőzött, akkor az első lépésben egyet halad ki, arra egyet erre, kettőt arra, kettőt erre, és így tovább. Tehát ez, tehát egy N-szer N-es rácson N, de mit bizonyítottunk be, mit látunk? Hogy N elég. Ezt láttuk be. Ezzel a kedves kisfiú segítségével. Na, tehát N elég. Most mit gondoltok, mi az én kérdésem? Lehet-e kevesebb? Ez a kérdés, és ezt nagyon szeretném, ha ezen tényleg gondolkoznátok. De lehet, hogy megmondom a végén. Tehát lehet-e az, hogy ha valahogy ügyesen elhelyezel N-1 megfertőzött cellát, akkor az is perkolál, minden meg lesz a végére. Erre így egy szóban nem kellene válaszolni, mert itt nagyon hihetetlen lenne, hogyha az azonnal látnátok. Na, ez az első kérdés. És a második kérdésem az, és aztán hagyom ezt nektek, és remélem jövő héten megcsináljátok. Esetleg a tanáratok segítségével. Tehát, ha így van, akkor mennyi ideig tart a teljes fertőzés? Tehát igen, N-1, ha van egy 2x2-es, ez a kettő meg van fertőzve, egy lépésben minden megvan. Ha lett volna 3x3-as, akkor egy lépésben egy, második lépésben vége. Oké, és most akkor mi a kérdés az, hogy legalább hány lépés kell? Legalább hány lépés? Hány forduló. Kell a teljes fertőzéshez. Na, és ez a második feladat. És, de tényleg csináljátok meg. Ez útban van valakinek? Lehet, hogy csak nekem. Na, akkor haladjunk tovább. Most erről akartam sok mindent mondani, de ezt kellene erre a táblára írni, tehát ennek most vége. Inkább forduljunk a harmadik témához. Hadd mondjak el két híres játékos problémát, tehát vicces, vagy mit tudom én. Az első, az valami rettentő egyszerű
nem tudom, hogy hogy kérdezem, hogy ki tudja, vagy ki nem tudja. Oké, okay, ki hallott Alcuinről? Alcuin. Oké, okay. Alcuin of York. Hát ez borzasztó. Alcuin egy bencés szerzetes volt, Yorkban indult, aztán elment Charlemagne-hoz, Nagy Károlyhoz, akinek tanácsadója lett, de költő is volt, és matematikus többek közt, és teljesen általánosan őt tartották Európa, magyarul a világ legokosabb emberének. Mi a 800 körül, és Nagy Károly udvarából el akart menni, mert közeli tanácsadója volt Nagy Károlynak, és aztán engedélyt kapott arra, hogy elmenjen Franciaországba, ahol egy kolostornak lett az abotja. Apátja. De azzal a feltétellel, hogy bármikor Nagy Károlynak szüksége van rá, vissza kell menni. Na, ő írt egy kis matematika könyvet 800-ban, nagyjából pontosan 800-ban, persze az nem matematika volt, hanem a különböző találós kérdéseknek a kompendiuma, az gyűjtése. És az egyik találós kérdés volt ez a farkas, a káposzta és a kecske. Ezt hallottatok erről, és tudjátok, hogy kell megcsinálni? Emlékezzetek, ez Alcuintól van, Alcuin of York. Na, hát gondoltam, ha valaki nem tudja, az a baj, lényegében túl egyszerű, de az nagyon szép benne, hogy ebben a könyvben van, amit azért írt, hogy a fiatalok agyát élesítse. Na most menjünk kicsit tovább, és ugorjunk, vagy ez 1150 évet, vagy mennyit. Itt van az oroszlán és a keresztény. Annyiból életbevágóan, hogy ha az oroszlán elkapja a keresztényt, akkor annak vége van. Na, tehát mi a probléma? Az oroszlán a római arénában keresztényt dobnak az oroszlánok elé, de csak úgy vesszük, hogy nem 20 keresztényt 6 oroszlán elé, hanem csak egy keresztényt 1 oroszlán elé. És feltesszük, hogy a maximális sebességük, futósebesség ugyanaz. Ez is hamis, de nem baj. És úgy veszük őket, mintha pontok lennének. Na most, optimális stratégiát követve, mi lesz az eredmény? Elkapja az oroszlán a keresztényt véges időn belül, hogy a kereszténynek sikerül elmenekülnie. Na ezt érdekes módon Richard Rado találta ki, ugye 1930 körül. Richard Rado eredetileg radó volt, de 2 éves korában szülei elvitték először Németországba, és aztán onnan ő ment Angliába, egy nagyon híres matematikus lett belőle, és ezt a problémáját Littlewood, aki majdnem biztosan a 20. század legjobb angol matematikusa volt, nem egészen olyan jó, mint Hilbert, de nem messze tőle, ő népszerűsítette. És amikor először eljutottunk Cambridge-be, akkor megismertük Littlewoodot, és nagyon jó barátok lettünk. Főleg a feleségem miatt, mert ő ment meglátogatni Littlewoodot állandóan, és akkoriban már 80 év fölött volt, úgyhogy nagyon, nagyon megbízott bennünk, és úgyhogy az összes iratát is rám hagyta. Na, és ez a
feleségem rajza, itt van az oroszlán, nem túl bájos, látja, hogy ott van az ebéd egy része. Na, hogy oldjuk meg ezt a problémát? Hát ez csak a jelölésem, hogy L, M, az O a kör közepe, D a kör, de aztán nem sikerült ábrákat rajzolnom. Na, hogy kell az oroszlán, mit csinál az oroszlán? Hát nyilván látja, hogy ott a keresztény, fut, mint az őrült, egyenes irányban. Igen. Bizony, bizony, teljesen igazad van. Tehát a legjobb stratégiája az oroszlánnak, hogy szaladjon a keresztény felé, és így mondta, hogy barátunk mondja, tetszőlegesen közel kerül a kereszténhez, de sosem kapja el. Rohan, de sosem kapja el. Tehát az ember vagy a keresztény nyer. Itt van, pontosan ez történne, ha mondjuk az oroszlán innen indul, a keresztény innen indul, rohan körbe a körön, az oroszlán mindig felé szalad, és elég hamar nagyon közel kerül hozzá, de ez csak folytatódna végtelenségi. Tehát elég fárasztó, de a keresztény megmenekülne. Hát ez volt a megoldás. Nem túl érdekes. Akkor vegyünk egy másik megoldást. Tehát mit láttunk, hogy M nyer? Vegyünk egy másik megoldást. Hogy az oroszlán bemegy az aréna közepére. És mit csinál a keresztény? Hát persze olyan messze akart kerülni tőle, mint lehet, és olyan annyi helyet adni magának, amint csak lehet. Kimegy a szélére, és ott majd ő fog rohangálni körbe. És erre akkor mit tesz az oroszlán? Úgy dönt, hogy nem fut. Nem hagyja el a sugarat, ami ember felé mutat, és azon fut teljes sebességgel az ember felé. És mi lesz ennek az üldözésnek az eredménye? Az, hogy az oroszlán elkapja a keresztényt. Nem az történik, mint előbb, hogy állandóan csak felé szalad, hanem ha marad, az oroszlán mindig marad a sugáron, akkor nyer. Mert pontosan ez történik. Itt ez a kör közepe, innen szalad az oroszlán, innen indul a keresztény, fut erre, és ha mindig az oroszlán mindig felé fut, akkor pont egy fél nagyságú kört fog leírni, és pont amire odaér, negyedkört leír, éppen elkapja. Tehát mi a válasz, hogy az oroszlán nyer? Ez volt a második megoldás. Nem éppen azt mutatja, mint az első. Melyik a helyes? Itt van egy harmadik megoldás. És ez úgynevezett Bezikovics, aki szintén egy híres matematikus volt Cambridge-ben, annak a megoldása volt. Ez a legérdekesebb. Tehát beosztja az időt
kis intervallumokra, és próbáljátok, mert nem lesz ábra, próbáljátok megérteni, amit itt írok, hogy egy-egy ilyen kis intervallumon az ember mindig fut merőlegesen az eredeti távolság, eredeti szakaszra, ami összeköti. A középponttal, de csak ellen, annyi ideig, mint amelyik szakaszban van, és persze abba a félsíkba fut, ahol nincs az oroszlán. Ezt már valaki teleírta. Tehát itt van mondjuk a kör, itt van az ember egy időben, és akkor, amikor sebességet változtat, jön az új, akkor elkezd futni erre, de mikor? Csak akkor, ha az oroszlán nem ezen a félsíkon van, hanem valahol itt van. Bocsánat. Valaki látja, de valakinek csak van sas szeme. Aki sas szemű, az ezt látja. Tehát itt van a kör közepe, itt van az ember ebben a pillanatban, és akkor erre merőlegesen, egészen irányt változtat, teljesen irányt változtat, fut erre, hogy ha az oroszlán ebben a félségben van. Van, aki ezt érti? A válasz, igen. Hátsó sorban, vagy nem látjátok? Tehát nagyon rettentő egyszerű stratégia. Itt fut arra, hogy elfoghatja, megkaphatja az oroszlán, miközben az ember erre fut. Nem, semmiképpen, miután az oroszlán még nincs is a félségben. És ha benne lenne a félségben, akkor se juthatna el oda, mint a keresztény. Tehát ez egy teljesen biztonságos futás. És ha ez biztonságos, akkor mindezt azt kellene megkérdeznünk, eldöntenünk, hogy ezt lehet-e csinálni végtelen sokáig. Ez a kérdés marad. És viszont rettentő egyszerű látni, hogy miért, csak két feltétel van, hogy annak mindig a körben kell maradnia, természetesen az aréna véges, és ennek végtelen sokáig kellene tartania, tehát ennek végtelennek kellene. Hogy van-e ilyen sorozat? És azt elég nagyon könnyű látni, hogy van, egy kis számolás adja, hogy mindössze ezt a feltételt kellene. Ha ezt ki tudjuk elégíteni, akkor minden jó, és igenis ki tudjuk elégíteni, mert mindössze ez a két feltétel elég, hogy ez a nézetösszeg kicsi, és az összeg nagy, végtelen. De például, ha ezt veszed, hogy az L1 az egy harmad, L2 egy negyed, és így tovább, akkor az összeg végtelen, és a nézetösszeg véges. Tehát ha ezt követi, akkor ez egy nagyszerű győzelem. Na, és ennek nem lehet folytatása, mert ez teljesen 100%-ig biztos, itt semmi feltételt nem mondtam azt, hogy biztosan az a legjobb, hogyha kimegy a korlátra, és így tovább. Az a baj, most nincs idő több problémát kérdezni tőletek, de akkor viszont hadd kérdezem, mi volt a kép a legelején? Rosszul kérdeztem, ki nem tudja, hogy mi volt a kép az elején? Hátul mind tudtátok? Nagyon jó, nagyon jó. És
Csak ha elfelejtettétek volna, ő elfelejtettem, magyarul Platon, ugye? Platon. Plato, Leonardo jelenik meg, mint Plato, és Arisztotelész. És itt van Heraklitus, a modell. Michelangelo, Pitagórász és Archimédes. És itt van Euklides, a modell, Bramante, a nagy építész. Itt Ptolemaiosz, nagy csillagász, és itt néz ki a képből Rafael. És itt van Szokratesz, magyarázza a logikáját az embereknek, akik vagy odafigyelnek, akik nem, akik nagyon odafigyelnek. És az egész persze Rafaelnek az aténi iskola. A Vatikánban van, és remélem mindenki vagy látott már, vagy fog látni nem sokára. Köszönöm szépen!